Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Művészeti ösztöndíjat alapítottak. A képviselőtestület döntött az egykori relégyár megvásárlásáról. Megerősítenék a pályaorientációt. A megye demográfiai és munkaerőpiaci helyzetéről tárgyaltak. Gyula lesz a díszvendég. A Tihanyi Garda Fesztiválra hívták meg a fürdővárosi küldöttséget. 20 éves a Bibliakör. Hálaadó Isten tiszteletet tartottak a kórház kápolnájában. Könyv a művésztelepről. Új kötete jelenik meg a Gyula régen és ma sorozatnak. Megalapították az Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjat a csütörtök reggeli rendkívüli testületi ülésen. A grémium emellett döntött az egykori relégyár megvásárlásáról is, melyet közétkeztetési és irattári raktározási célokra szeretnének használni. Ez a nap híre. Két nyílt és egy zárt napi rendet tárgyaltak a csütörtök reggeli rendkívüli testületi ülésen. Elsőként az egykori relégyár megvásárlásáról határozott a grémium. A testület még 2017-ben döntött úgy, hogy megveszi az épületet, melyben közétkeztetési és irattári raktározási célokra pályáznak. A relégyár 20 éve üresen áll. Jelenleg egy multinacionális vállalat tulajdonában van, melynek nincs rá szüksége. A testületi döntést követően megkezdték a tárgyalásokat a cég vezetésével. A város benyújtott egy pályázatot, melyet időközben megnyert a volt relégyár rehabilitálása címmel. Így 468 millió forintos támogatást kaptak. Ugyanerre az ingatlanra vonatkozik az a 72 millió forintos támogatás, melynek a címe közétkeztetés fejlesztése Gyulán. A Gyula konyhát szeretnénk átköltöztetni a relégyár egy részébe, a felmaradó részében pedig irattározási és raktározási kapacitást alakítanánk ki, mert önkormányzatunknak hiánya van az ilyen jellegű épületekből, terekből. Itt tehát egy 500 millió forintot meghaladó pályázati támogatásról van szó, amelyet erre az ingatlanra nyertünk, de ez meg kell vásárolni az ingatlant. A Magyar Fejlesztési Bank javára be van jegyezve két keretbiztosítéki jelzálogjog, egy több mint 12 milliárd forint, valamint egy több mint 2 milliárd forintos. Emiatt a Magyar Fejlesztési Bank hozzájárulása kell az adásvételhez, hiszen az önkormányzat tehermentesen szeretné megvásárolni az egykori relégyár épületét. Időközben az ingatlanpiaci folyamatok miatt az épület ára 35 millióról 42 millió forintra emelkedett. Az önkormányzatnak az árnövekedéssel is megéri megvásárolni az épületet, hiszen a pályázat is magába foglal 7 millió 350 ezer forintot, amely az ingatlan vásárlásra felhasználható. A második napirendi pontban a Városi Művészeti Ösztöndíj rendelet tervezetéről döntött a grémium. Az önkormányzat idén megkapta a tehetségbarát önkormányzat elismerést. 1960-ban Erkel Ferenc születésének évfordulóján volt egy ünnepi tanácsülés, ahol megalapították az Erkel Ferenc Társadalmi Ösztöndíjat, melynek 1961-ben első ösztöndíjas a Csonka Barna művésztanár lett. Itt az ideje, hogy felelevenítsük ezeket a hagyományokat, és művészeti ösztöndíjat is indítsunk útnak. Azonban ezúttal nem csak a zenei tanulmányokat folytatók, hanem valamennyi művészeti ágban tanulmányokat folytatók részére, mint középfokú, mint pedig felsőfokú tanulmányokat folytató diákok részére, akik államilag elismert oktatási intézményben tanulnak, és legalább 5 éve Gyulán van az állandó lakóhelyük. Ugyanúgy pályázni kell majd rá, mint a többi ösztöndíjra, és a képviselőtestület fogja eldönteni, hogy kik kaphatnak ösztöndíjat. Az ülésen elhangzott, kezdetben 4-en kapják meg az ösztöndíjat, de a jövőben nagyobb igény esetén a létszám emelhető lesz. A havi támogatás összege 25 ezer forint lesz egy tanéven át, 10 hónapon keresztül. A rendelet tervezetet a testület 13 igennel egyhangulag elfogadta, így november 16-án hatályba lép. Aki írást követően lehet pályázni az Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjra. A beérkezési határidő december 3-a, a képviselőtestület pedig december 31-ig dönt a pályázatokról. 2019. január 22-én a Magyar Kultúra Napján adják át az első ösztöndíjakat. A tervek szerint ezt követően a tanév elején fogják meghirdetni az ösztöndíjakra a pályázatot, majd november 7-én Erkel Ferenc születésnapján adják át az erre érdemesített diákoknak a támogatást. A grémium zárt ülésen döntött egy termőföld adásvételi szerződés ügyében benyújtott kifogástárgyában.
A megye demográfiai és munkaerőpiaci helyzetének stabilizálása és a munkaerőhiány kezelése érdekében jött létre a szakképzési munkacsoport. A szervezet Békés Csabai záró rendezvényén elhangzott, szeretnék megerősíteni a pályaorientációt, valamint szorgalmazzák, hogy új felsőfokú képzések induljanak a megyében. A szakképzési munkacsoport záró rendezvényét tartották szerda délelőtt a Békés Csabai Szakképzési Centrum konferenciatermében. A kormányhivatal a megye demográfiai és munkaerőpiaci helyzetének stabilizálása és a munkaerőhiány sikeresebb kezelése céljából szakképzési munkacsoportot alakított. Ez a kamarák, a megyei felsőoktatási intézmények, a szakképzési centrumok, a megyei tankerületek, a megyei és a Békés Csabai önkormányzat együttműködésével jött létre. Illetve a kormányhivatalnak nem csak lehetősége, és nem csak joga, hanem kötelezettsége is, hogy fölvállalja azt a társadalom szervező funkciót, ami alapján ezt a közvetítő szerepet meg tudjuk csinálni. És abból indultuk ki, hogy a szakképzésnek a mi részünkről, hangsúlyozom, a mi részünkről az volt a szemléletbeli problémája, hogy a múlt tapasztalatait földolgozva jelenbe szerettünk volna mindig választ adni arra, hogy mit szeretnénk képezni. Az a mi jelenben a hiány. De az már csak tűzoltás. Ezért a szakképzési munkacsoport felállításával nagyon sok munkáltatónak ígértük a véleményét. Én személyesen körbejártam nagyon sokat. Megkérdeztem, hogy tudjátok-e, hogy mit szeretnétek a következő 3-4-5 évben fejleszteni. Azt mondták, hogy ezt, hogy tudjuk-e, komoly cég vagyunk. A szakmai kamarákkal és a felsőfokú oktatási intézményekkel korábban megkötött együttműködési megállapodásokban rejlő lehetőségekre és az eddigi eredményekre építve a kormányhivatal szakképzési munkacsoport létrehozására tett javaslatot. Ennek célja a gazdaság és a szakképzés közötti híd megszilárdítása. Ez év januárjában a Békés megyei kormányhivatal egy szakképzési munkacsoportot alapított, 4 alcsoporttal, amelyből 3 munkájában a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara is részt vett, és a mai nap ennek a munkacsoportos munkának a záró rendezvénye tulajdonképpen ma az intézkedési terveknek az ismertetése fog itt elhangzani, ami természetesen a kamarát is több pontban érinti. Nálunk a fő csapás irány az a duális szakképzésnek a minőségének a fejlesztése, illetve a kiterjesztése. A szakképzési munkacsoportban együttműködő szervezetek rövid, közép és hosszú távon megvalósítandó cselekvési terveket dolgoztak ki. Ezek között szerepel többek között a pályaorientáció erősítése, az agrárium népszerűsítése, a középiskolai felvételi kötelező vététele, valamint a felsőfokú képzések indítása. Gyula lesz a hétvégi Garda Fesztivál díszvendége Tihanyban, jelentette be Görgény Ernő polgármester a szerdai városházi sajtótájékoztatón. A békési fürdőváros számára az esemény jó alkalom lesz a bemutatkozásra. Gyula turizmusának meghatározó része a belföldi turizmus. A vendégek jelentős része hazánk területéről érkezik, ezért is fontos a határainkon belül folytatott marketing tevékenység, hangsúlyozta a szerdai sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester. Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy Gyula lesz a díszvendége a hétvégi Garda Fesztiválnak Tihanyban. Évek óta erősítjük a kapcsolatainkat azokkal a magyarországi településekkel, amelyeknek szintén jelentős a turizmusa, és amelyek Gyulához hasonló kulturális értékekkel is rendelkeznek. Komorocki Alisz kiemelte, a Tihanyi Garda Fesztivál a gyulai nagy rendezvényekhez hasonlóan régi hagyományokra épül. A Garda nevű hal a település egyik nevezetességének számít. Ez egy nagyon pozitív számunkra, hogy építhetjük a szakmai kapcsolatainkat a tihanyi szervezőkkel és turisztikai szakemberekkel, elleshetjük a jó gyakorlatot, a best practice-t, itt Gyulán is tudjuk majd hasznosítani adott esetben a saját nagy rendezvényeink szervezése, tervezése során. És végül, de nem utolsó sorban, a rendezvényen van lehetőség Gyulát népszerűsíteni, bemutatni mind a tihanyiak, mind a Tihanyban tartózkodó turisták körében. A tihanyiak országszerte népszerűsítik a rendezvényt, és a különböző felületeken hirdetik azt is, hogy Gyula lesz az esemény díszvendége.
20 éve alakult meg az Ökumenikus Bibliakör Gyulán. Ebből a jubileumi alkalomból tartottak hálaadó istentiszteletet a hétvégén a Békés megyei központi kórház Gyulai Tagkórházának kápolnájában. Hálaadó istentiszteletet tartottak a hétvégén a Békés megyei központi kórház Gyulai Tagkórházának kápolnájában. A jubileumi eseményen a kórházi dolgozók a 20 éve megalakult Ökumenikus Bibliakört ünnepelték. Számomra nagyon sokat jelentett a Bibliakör, részben a testvéri szeretetet, másrészt viszont sokkal közelebb tudok Istenhez kerülni, mert együtt olvassuk a igét, és nagyon jó tanításokat kapunk a bibliakörökön. Másrészt olyan közös élményeket szerzünk a nyári kirándulásaink alatt, ami egy nagyon szoros összetartó erő ebbe a kis közösségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek. A hálaadó istentiszteleten Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. A Bibliakör nem csak ige hallgatókból áll, hanem szolgáló közösségből is. Az ünnepekhez közeledve az adventi időszakban együtt szolgálnak a betegek és a kórházi dolgozók felé. Ilyenkor nagy mennyiségű mézes kalácsot készítenek el közösen, és osztják szét az osztályokon. Emellett énekekkel, versekkel, közös műsorokkal készül a Bibliakör. Történelmi felekezetek tagjai, tehát 5 különböző felekezet tagjai vannak együtt, különböző életkorral, különböző foglalkozásból, gyakorlatilag az egész dolgozói perspektívát lefoglalja a takarítónőtől az osztályvezető főorvosig, tehát mindenféle szakterületről vannak munkatársak a kórházból. Ez jellemzi az együttléteknek, a közösségi élményeknek, az együttes áldásának a megtapasztalása, ez a vágy hajtja szerintem 20 éve ezt a Bibliakört, hogy Isten igéje köré gyűjjünk, és hogy az igét együtt tanulmányozzuk, együtt imádkozzunk, és megosszuk egymással egymás örömeit is és gondjait is. Az esemény a hálaadást követően szeretett vendégséggel zárult. Művésztelepesek címmel jelenik meg a Gyula régen és ma című könyvsorozat következő része, melyben a 14 évig fennálló művésztelep életét mutatják be magyarországi és európai viszonylatban. November 22-én a kötet bemutatóján többek között átadják a Firtosi József Dezső díjat is. Gyulai művésztelepesek címmel jelenik meg a Gyula régen és ma könyvsorozat 14. része. Durkó Károly és Szilágyi András kötetében az 1928 és 1941 között működő első gyulai művésztelep történetét dolgozzák fel. 90 évvel ezelőtt a kor meghatározó alkotói érkeztek az akkor megalakuló művésztelepre, éltek és tanítottak itt hónapokon keresztül, és művésziskolát működtettek a mai Implomiskola helyén. Azt gondolom, hogy 90 év elteltével, amikor elkezdődött ez a munka, már nagyon kevesen emlékezhetnek erre a munkára, esetleg csak a szülők, nagyszülőkön, dédszülőkön keresztül kaphattak még erről információkat, és hogy nem árt, hogyha nem feledjük el őket, hiszen kaptunk tőlük valami nagyon fontos dolgot itt Gyulán. Az akkori Gyulavárosának a épületeit, utcáit, hangulatát, polgárait örökítették meg ezek a festők, és gyakorlatilag egy páratlan, felbecsülhetetlen értékű, minőségi munkát végez be. Az akkori Gyula életét hozzá kell, most akár ebben a könyvben is nekünk. Az album felidézi a korabeli város életét, az alapítás körülményeit, a fennállás 14 évét, a kiállítások, a festők életrajza és egyéb kordokumentumok bemutatása által. A kötet bemutatóján többek között átadják a Firtosi József Dezső díjat, amellyel ebben az évben Domokos Imrét ismerik el a városért és az oktatásért végzett munkájáért. Úgy gondoljuk, hogy talán nála érdemesebb ember nincs is most, akinek ezt a díjat nagyon-nagyon jó szívvel és szeretettel ajánljuk. Az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a Szegedi Tudományegyetem által kiadott vasdiplomát is átadhatjuk Domokos Imrének, aki 65 éve diplomázott és azóta tett nagyon sokat az oktatásért. A kötetet november 22-én csütörtökön 17 órától mutatják be a Városi Könyvtárban.
Idén is kétnapos pályaválasztási vásárt rendezett közel 100 kiállítóval a kormányhivatal, mely a megye legnagyobb ilyen rendezvényének számít. Rövid hírek következnek. Békés megye középfokú és felsőfokú oktatási intézményei, valamint a megye meghatározó munkáltatói jelentek meg a kétnapos Békés Csabai pályaválasztási vásáron. A legtöbb érdeklődő 7. és 8. osztályos diák volt. A Csaba Park rendezvény csarnokában és kültéri helyszíneken összesen 35 középfokú oktatási intézmény mellett 4 felsőoktatási intézmény, valamint különböző egyesületek, 3 kamara és 6 közigazgatási szerv mellett 41 munkáltató képviselte magát, többek között olyanok is, akik gyakorlati képzőhelyként vesznek részt a megyei szakképzésben. A mai fiatalok számára talán az egyik legérdekesebb terület az informatika, ebből a szakákból is készültek bemutatóval. A pályaválasztási vására buszos utazásokat is szerveztek, így biztosítva lehetőséget közel 3500 általános iskolásnak, hogy a lehető legtöbb információhoz jussanak hozzá. A kormányhivatal 22. alkalommal szervezi meg a megyei szintű rendezvényt. A pályaválasztási vásáron a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara olyan szakmák bemutatásával készült, amelyek közül néhány hiány szakma Békés megyében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy kétkezi munkával is lehet nagy sikereket elérni. Október 27-én a családok részére is tartanak pályaorientációs családi napot, ahova a 7.-8. osztályos diákokat és szüleiket várják. A program legfőbb célja, hogy a diákok a munkáltatók elvárásaival megismerkedve válasszanak szakmát, ezzel hozzájárulva a fiatalok megyében maradásához és a munkaerő hiány csökkenéséhez. A turisztikai vonzereje továbbra is nagyon erős, és a turisztikai teljesítményre folyamatosan növekszik. Nagyszerű számokat produkált az idei évben a gyulai turizmus. A részletekről és az első 9 hónap eredményeiről Komorocki Aliza 3 témában beszélt. Szeptember végéig több mint 455 ezer vendégészakát töltöttek el Gyulán, ez pedig összességében 9%-os bővülést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A főszezonban, vagyis a nyár legmelegebb hónapjaiban kisebb volt az emelkedés, a szezonon kívül viszont jóval nagyobb. A műsorban szó esett arról, hogy mire lenne szükség a hasonlóan eredményes folytatáshoz, illetve hogy a korábbi évek infrastruktúrális beruházásai meddig éreztetik hatásukat, és mennyire kell figyelni a konkurens települések fejlesztéseit. Idén folytatódik a gyulaiak romániai kampánya, mely ezúttal már nem csak a magyar lakta területekre, hanem érdekes módon Bukarestre is koncentrál. A gyulai gyógyszertár tulajdonosok képviselői sem képviselnek egységes álláspontot. A helyi patikák tulajdonosai sem képviselnek egységes álláspontot a gyógyszertárak éjszakai ügyelete kapcsán, mondta a szerdai városházi sajtótájékoztatón Görgényi Ernő. Gyula polgármestere emlékeztetett, az önkormányzat már korábban tiltakozott a városban működő gyógyszertári éjszakai ügyelet megszüntetése ellen, melyről a megkérdezésük nélkül döntött a hatóság. A helyzet orvoslása érdekében lépéseket tettek, levélben tiltakoztak a szakminisztérium vezetésénél, és fellépésük eredményeként értékelhető, hogy csütörtökön tárgyalóasztalhoz ülnek a helyzet rendezése ügyében. Gyulán november 17-től megszűnik az éjszakai ügyelet, 22 óra után továbbra is biztosított lesz a folyamatos gyógyszerellátás, és minden gyógyszer vagy más termék, amennyiben az az adott időpontban készleten van, igényelhető és megvásárolható. A patikák bejáratánál feltüntetnek egy telefonszámot, azt kell majd felhívni. A készenlétben lévő patikusnak fél órán belül kell megkezdenie a gyógyszer vagy más termék kiszolgáltatását. Felavatták a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara idei mesterképzésén résztvevő szakembereket. A szombati Békés Csabai eseményen 89 mestertet vizsgált 13 szakmában. Mesterlevelet szerzett a gyulai Szabó Ádám, aki munka után tanulva készült fel a vizsgákra. Az eseményen első alkalommal adták át az arany, ezüst és bronz koszorús mesteri címeket. A címeket kiérdemlő szakemberek legalább évtizedes munkáját ismerték el, példaként állítva őket a közösség számára. Magyarországon is nagy szükség van a magasan képzett szakemberekre, hangsúlyozta Orosz Tivadar. A Békés megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondta, ez az esemény is segít abban, hogy a szakmák népszerűbbek legyenek.
A rendezvényen elismerték az Euroskills megyei döntőseit és a magyar kézműves remekdíjat elnyerő szakembereket. 2006-ban indult az első 24 órás verseny Gyulán, ez egészen 2011-ig tartott. Majd egy kisebb kihagyás után 2017-ben újraélesztették a szervezők a középiskolások egyik legkedveltebb programját. Az idei év különlegessége, hogy a gyulai mellett a Békés Csabai Diák Önkormányzat is a szervezők között szerepelt. Az eseményen 3, 6, 12 és 24 órás feladatokat kellett teljesíteniük a diákoknak. Egy csapatban összesen 24 diák versenyzett, így összesen 120 méret tették meg magukat. A programok között szerepelt többek között a babgulyás főzés, a város nevezetességeinek bemutatása kisfilmmel vagy fotókkal. Az esemény egyik célja, hogy a diákok közelebbről megismerjék Gyulát, és eközben barátságok alakuljanak ki. A 24 órás vetélkedőt végül azt sörözni is mehettünk volna csapat nyerte, melyet a Haruken iskola első sora, valamint a Békés Csabai Dök második sora alkotott. A hűvösebb téli időszakban, főleg a nagyobb városokban egyre gyakrabban rendelnek el smogriadót. A kisebb településeken kedvezőbb a helyzet. A smogriadók miatt a nagyobb városokban bizonyos időszakokban korlátozni szokták az autós forgalmat. Ön milyen gyakran használ autót? Igen, tehát én autóval járok mindig. Itt tetszik én a Gyulán? Gyulán élek, itt születtem, és itt fogok meghalni is. És miért használ én leginkább autót, hiszen nincsenek olyan nagy távolságok? Azért használom az autót, mert sok helyre kell mennem, tehát a család messze lakik, úgy messze, hogy kint majdnem Gyulaváriban. A keresztanyámat gondozom, aki megint csak a város másik végén lakik, bevásárlás, ilyesmi, és... Na, tehát ezért használom az autót. Én akkor használok, amikor beleülhetek, mert páromnak van autója, én többnyire gyalogjárok, tehát mit tudom időnként. Hát én nekem ügyjogosítványom, úgyhogy csak a férjemnek, és elég sűrűn. Mivel szokott közlekedni egyébként, hogyha egyedül van? Megközlekedéssel. Sokat vár az új feladattól a Szeged-Grosics Akadémia új portugál edzője, João de Oliveira Janeiro. Lapszemle következik. Sikeres békésieket köszöntöttek. A tavalyi kezdeményezést hagyománnyá emelve, újra a Városházán látták vendégül az elmúlt év legsikeresebb személyiségeit, írta a Békési Újság. Olyan férfiakat és nőket hívtak meg, akik magas szinten űzik szakmájukat, és ezt különféle kitüntetéssel, elismeréssel jutalmazták a közelmúltban. Sokat vár az új feladattól a portugál edző. Múlt csütörtök óta João de Oliveira Janeiro irányítja a Szeged-Grosics Akadémia együttesét. A klub honlapja azt írta, a fiatal szakember dolgozott már együtt Felipe Scolarival és Walter Zengával is. Télire tartalékolnak a rágcsálók. A szokásosnál is több magtárhalmot építettek a küzüegerek, írta a kmnp.hu. A halmok akár másfél méter szélesek és fél méter magasak is lehetnek, és átlagosan 50 liter gyommagot raktároznak el bennük a családok. Szűrések Kárpátalján. Kétnapos egészségügyi szűrést végzett a Katolikus Caritas orvos missziója a kárpátaljai Rahón, írta a Magyar Kurír. Több mint 100 gyermek szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrővizsgálatát, valamint csaknem ugyanennyi felnőtt szűrését végezték el Rahón, az egyik legtávolabbi, magyarok által is lakott kárpátaljai településen. Pénteken már fagyos lehet a reggel, és napközben is kevesebbet süt a nap. A hétvégén folytatódik a lehűlés, vasárnap hajnalban szinte biztosan faggyal számolhatunk. Pénteken a gyengén fagyos hajnalt követően pár fokkal még alacsonyabban tetőzik a nappali felmelegedés. Éjszaka 3 nappal 13 fokos csúcsa számíthatunk. Szombaton még tovább csökkenhet a hőmérséklet, 2 és 8 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Művészeti ösztöndíjat alapítottak. A képviselőtestület döntött az egykori relégyár megvásárlásáról. Megerősítenék a pályaorientációt. A megye demográfiai és munkaerőpiaci helyzetéről tárgyaltak. Gyula lesz a díszvendég. A Tihanyi Garda Fesztiválra hívták meg a fürdővárosi küldöttséget. 20 éves a Bibliakör. Hálaadó Isten tiszteletet tartottak a kórház kápolnájában. Könyv a művésztelepről. Új kötete jelenik meg a Gyula régen és ma sorozatnak.
A Gyula TV híradóját látták, most az évgyűrűk következik a Diploma Honoris díjas Mánási Zoltánnéval. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!